pillanatnyilag Győr város legveszélyesebb csomópontjában állunk baleseti szempontból. Azonban ez már nem sokáig teszik, hiszen mindegy 3-2 múlva a jelenlegi állapot megszűnik, jelzőlámpa kerül elhelyezésre a külső városi felszerelési csomópontjában. Személyesen kerestem fel Budapesten a Magyar Közút Nonprofit ZRT igazgatóját, akinek elmondtam ezt a problémát, és kértem arra, hogy a költségeket osszuk meg. Majd ezt követően Borkai Zsolt polgármester urat kerestem meg, aki jelezte, hogy a beruházás költségeinek 50%-át az önkormányzat biztosítani fogja, hogyha a másik 50%-at az állami közútkezelő biztosítja, és ez így is történt. Az önkormányzat erről határozatot hozott. Külön köszönöm ezt Radnóti Ákos alpolgármester úrnak és az összes képviselő úrnak, és most itt állhatunk és bejelenthetjük, hogy éppen a mai napon a jelzőlámpa kiépítése elkezdődik, és gyakorlatilag karácsonyra ez a baleseti gócpont megszűnik. Itt ez nagyon bonyolult a helyzet, egy kórház a háttérben, egy nagyon sok intézmény van a két oldalon, és ez a Paros Gábor utca, ez egykoron a Győrvárosnak a Tengely utcája volt, a legforgalmasabb utcája. Nyilván az aluljáró elvett ebből a forgalomból, de ami nagyon zavaró még, hogyha megnéztek, hogy rengeteg a fa. Borzasztó rossz a kilátás, a fák között parkolnak az autók. Na most ilyenkor az ember melyik ujját harapja meg, mert ha letét, mit le vannak babázva a több helyen, hogy ne tudjanak megállni a lakók, viszont nem tudnak megállni a lakók, akkor vagy azért azt teszik szó, vagy nem tudnak megállni, vagy azt teszik szó, vagy nem látnak ki, amikor ki akarnak jönni az utcából, olyan megoldás születik, ami egy végleges megoldás, és ez is nagyon fontos. Köszönöm szépen. Tehát ez egy több, mint, hát én 25 éve vagyok képviselő, ez mindenképpen az volt a probléma.